Köszöntöm a kedves nézőket, két fiatal hölgy a vendégem, akik a budapesti Európa-bajnokságra készülnek, ritmikus gimnasztikázók, Pignicki Fanni és Mészáros Mandula. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk. Köszönjük a meghívást. Fanni világbajnoki bronzérmes, és megszerezte már az olimpiai kvótát, a társa pedig most indul majd a kéziszer csapattal, amiről azt mondták az edzőitek, illetve Deutsch Lazsányi Erika, hogy az utolsó pillanatban állt össze, vagy az utolsó utáni pillanatban ez a csapat, de hogy nagyon-nagyon lelkes a gárda, és nagyon szeretnétek jól szerepelni. Ez teljes mértékben igaz, tényleg tény is való, hogy az utolsó utáni pillanatban mit jelent ez az utolsó utáni? Februárban voltunk egy edzőtáborban Mexikóban, és sajnos ott az egyik lánynak eltört a lába, és utána kellett pótolni sajnos őt, de teljes mértékben és nagyon szépen helytáll az a lány, aki most bent áll. Úgyhogy hát nagyjából március 1-től tudtuk elkezdeni rendesen a felkészülést, ami ugye elég késő a májusi Európa-bajnoksághoz képest. Fanni, te abban a helyzetben vagy, hogy van már olimpiai kvótát, tehát ebből a szempontból az EB nem számít, ugyanakkor viszont egy jó kis erőfelmérő lehet az olimpiára. Igen, most 100%-osan csak az EB-re fókuszálok, viszont másik oldalra úgy tekintek az EB-re, mint egy lépcsőfok az olimpiához vezető úton, hogy megnézzük, hogy jelenleg hol tartok, és hogy mi kell még esetleg változtatni az olimpiáig. És most így az edzések alapján hogy érzed, kell változtatni? Most úgy gondolom, hogy minden rendben van. Valószínűleg az Európa-bajnokság után még lesznek kisebb változtatások, még nehezítések, hogy még többet érhessen a gyakorlatom. Azt szokták mondani a lányok, én gondolom, hogy Mandula is így gondolja, hogy jó téged látni edzésen, és azt mondta az Erika múltkor, hogy nem csak azért, mert hogy példaképként állsz ott, amikor jó dolgok történnek, hanem mert amikor mély ponton vagy, azt is látják, és azt is, hogy hogy kapaszkodsz ki belőle. Ti tudtatok ezzel kapcsolatban egy kicsit tanulni ebből? Lehet másnak a mély pontjaiból tanulni? Persze, szerintem nagyon sokunk számára példakép a Fanni, hiszen hát reggeltől estig együtt edzünk, szóval, és nagyon sokat tudunk tényleg tőle tanulni, mert tényleg van, amikor nagyon jó napja van Fanninak, és abból merítkezünk, van, amikor az, hogy tényleg még a legjobbnak is lehet rossz napja, és mégis a versenyen meg tényleg tökéletesen tudja csinálni, szóval tudunk belőle merítkezni, igen. Mitől ő a legnagyobb? Te hogy írnád le, amit ő tud? Nagyon-nagyon a hozzáállása, meg a kitartása tényleg példaértékű, és szerintem az összes magyar sportolónak példakép vagy Fanni, és szerintem a hozzáállás, ami nagyon sokat számít egy ilyen szintű versenyzőnek. Ugyanakkor viszont nem csak az a fontos, amit már a versenyen, vagy akár az edzésen produkáltok, hanem az is, hogy milyen a körítés, mi a helyzet a ruhával, mi a helyzet a szerekkel, hogy kell felkészíteni ezeket a dolgokat a versenyekre. Nekem jelenleg is készült új két ruhám az Európa-bajnokságra, amik most lesznek először rajtam versenyen, mind a kettő szerintem csodaszép lett. Illetve a szereimet is mindig úgy próbálom vásárolni, vagy úgy próbálom készíteni akár én rajta a tekerést, hogy minél egyedibb legyen, és minél közelebb álljon hozzám, a gyakorlatomhoz, akár az én szívemhez, hogy azt érezem, hogy ez tényleg úgy az enyém, az én gyakorlatom, és úgy érzem, hogy akkor sokkal jobban tudok vele azonosulni is. És ezekkel a szerekkel mennyi időt tudsz edzeni, hogy a főversenyre még azért olyan állapotban legyen egyrésztről, másrészt, hát, hogy szinkronban legyen a ruháddal, a sminkeddel és minden mással, ami fontos? Igazából ez szártól függ, például a szallagot sajnos elég gyakran kell cserélnem, mondjuk azzal egy ilyen másfél-két hónapot tudok összesen edzeni, így általában inkább tartalékszallaggal edzek, és a verseny előtti héten veszem elő a versenyszallagomat, de a labda, karika és buzogánnyal pedig szinte bármennyit tudok vele készülni, mert hogy a sokkal rövidebb idő alatt, sokkal hosszabb idő alatt romlik el, vagy törik el, vagy lesz bármilyen baja. Így például a labdám, az most egy éves, de az előtte lévő labdám az már 3 éves volt, és semmi problémája nem volt. Mandula, nektek a csapattal van olyan kabalátok, ami ezekhez a szerekhez kötődik, vagy bármilyen más ahhoz, hogy jól sikerüljön a verseny tutira? Kabalánk van, igazából aztán majdnem mindegyiknek van ilyen kis plusz állata, aminek minden versenyen megvan a helyzete, hogy hol kell ülnie, feküdnie, lennie. Szerekkel kapcsolatban még igazából nálunk az egyszerűség a lényeg, mert ugye hát 5-szer az nem lehet ilyen nagyon színes, meg össze-vissza színű. Úgyhogy igazából most a karika gyakorlatunkban 5 piros karikánk van, mert az ilyen magyaros zene. A szalaglabdánk meg igazából lila, de ilyen sötét lila és teljesen egyszerű színek. Nagy az izgalom már a csapatban? Nagyon várjuk, inkább azt mondom,
nagyon izgatottak vagyunk, de nem izgulunk semmitől. Fanni, te mire számítasz körülbelül ezen az Európa-bajnokságon? Nem is azért kérdezem, hogy most hányadik hely, vagy akarok-e dobogóra kerülni, vagy ilyesmi, hanem mert annyira közel vagyunk az olimpiához. Gondolom, hogy azért meglehetősen sokan itt lesznek majd az élmezőnyből. Ugyanakkor mégis azért egy világverseny, ahol mégiscsak jó lenne dobogón állni a VB bronzérem után. Tehát, hogy annyi minden, és ráadásul hazai pálya, tehát annyi minden érzelem kavaroghat. Igen, bennem is nagyon-nagyon sok minden merült már föl, de általában mindig, hogyha bármilyen gondolat ezzel kapcsolatban följön bennem, próbálok inkább arra fókuszálni, amit én tudok tenni, és amit egyedül én tudok tenni, az az, hogy hogyan hajtom végre a gyakorlataimat, és hogy ott akkor hogyan tudom magamból kihozni a legtöbbet. Én minden más gondolattal, akár eredménnyel, akár elvárással kapcsolatban próbálok úgy gondolkozni, hogy igen, tudom, hogy ez van, tudom, hogy ez a feladatom, és hogy ezt várják el tőlem, de hogy amit én tudok ezért tenni, az az, hogyha én nyugodtan végrehajtom a gyakorlataimat. Mandula, azt mondtad, hogy márciusban tudtatok elkezdeni igazán komolyan készülni erre az Európa-bajnokságra. Mi az, amiről azt gondolod, hogy már szépen összeállt? Én úgy gondolom, mind a két gyakorlatunk teljes mértékben szépen összeállt, és tényleg két olyan gyakorlatot tudunk bemutatni az Európa-bajnokságon, ami tényleg tökéletes, és tényleg ki van gyakorolva minden egyes mozzanat benne. Úgyhogy én azt kívánom magunknak, hogy ott két szép, tökéletes gyakorlatot csináljunk. Mennyire lesz furcsa hazai közönség előtt versenyezni, ahol egyébként minden bekiabálást lehet majd érteni, ahol gondolom, hogy rengeteg szurkoló lesz, ott lesznek a családtagok, a barátok, az ismerősök? Hát biztos, hogy nagyon furcsa érzés lesz, mert 17-ben, amikor ugye a Fannéknek az itthoni AB volt, akkor mi még szurkolóként, kicsiként a lelátóról kiabáltunk szintén a Fannéknak, szóval ez egy teljesen más helyzet volt. Most meg hát szombat este teltház lesz, szüleink, családok, mindenki ott lesz. Nyilván nagyon furcsa érzés lesz, de minket inkább ez felspanol, úgyhogy mi nagyon várjuk ezt a helyzetet. Tudjátok, hogy hány ember lesz, ha teltház lesz körülbelül? Én nem tudom. Még nem. Minden esetre egy teltházas csarnok az egészen más hangulatú tud lenni, mint gondolom, hogy sok olyan verseny is volt, ahol azért nem voltak annyian a szurkolók. Az egy teljesen más talán történet. Most Valenciában elég sokan voltak. Igen, előző világbajnokságon Valenciában nagyon-nagyon sokan voltak, és a spanyol szurkolók azok híresek arról, hogy nagyon-nagyon hangosak. Így olyan is volt, hogy le kellett állítani a versenyt, megkérni a szurkolókat, hogy most maradjanak csöndben, mert nem hallani a zenét. Azért ilyenre nem számítok, remélhetőleg azért ilyet nem kell majd velünk végrehajtani, hogy kimanulni és újra bevonulni ezért, de úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon hangosak lesznek a magyar szurkolók, és hogy ez nagyon pozitívan fog ránk hatni. Mi volt az, ami 17-ben különlegesség volt annál fogva, hogy Budapesten volt a verseny? Nekem különleges volt, mert az volt életem első felnőtt Európa-bajnoksága, illetve az, hogy itthon hazai közönség előtt még sosem versenyeztünk ilyen nagy versenyen, az is így életemben először történt meg. Meg számomra még ez volt érdekes, hogy igaz, hogy ott voltak a világsztárok, ott voltak a világbajnokok, minden híres tornász, de hogy mégis nekünk szurkoltak a leghangosabban az arénában, mégis hozzánk jöttek oda aláírást kérni, és ez olyan nagyon megható volt. Egyébként te ki tudsz zárni már mindent a te tapasztalatoddal egy-egy ilyen világversenyen? Bármi történik körülötted? Régebben teljesen kizártam mindent. Most már inkább azt a stratégiát követem, hogy amire szükségem van, és ami inkább segít, és felspanol, és a teljesítményem javára van, azt próbálom beengedni és felhasználni. Viszont amit úgy érzem, hogy inkább zavaró tényező, vagy már túl sok, azt próbálom csak félrerakni. Minden körülmény tekintve, mi az az eredmény, amiről azt gondoljátok a csapattal, hogy azt azért jó lenne elérni, vagy annak a közelébe kerülni? Mind a kétszerrel finálizni szeretnénk, szóval az első 8 közé szeretnénk jutni, mert ez 2022-ben 25 év után sikerült, és tavaly pont 9-ek lettünk, úgyhogy, de én úgy gondolom, hogy most ez itt reális cél, és tényleg mind a kettővel első 8 közé szeretnénk kerülni. Mivel telnek majd az utolsó napok? Edzéssel. Edzés, edzés, edzés és edzés. Utolsó simítások elvégzésével. Nekem lesz egy délután, amit a családommal fogok tölteni, és így feltöltődés gyanánt közösen csak valami programot fogunk csinálni. Ez úgy érzem, hogy nagyon-nagyon sokat fog nekem segíteni a következő egy hétben. Illetve már hétfőtől beköltözünk a szállóba, így
onnantól kezdve már teljes fókuszban leszünk. Akkor ti is együtt fogjátok tölteni a hátralévő időszakot. Az mennyire vidám, amikor ti együtt vagytok, mert azt úgy el tudom képzelni. Én nagyon szeretek együtt lakni a csapattársaimmal, és igazából az egyéni lányok is elég sokszor átkapognak hozzánk, hogy oké, hogy egyén is vagyok, de egy kis társaság nekem is kell. Úgyhogy és csapattagokká válnak abban persze, a pillanatban. Igen, hogy mikor van gyűlés, meg hogy mikor tudunk jönni. Úgyhogy én nagyon szeretek együtt lakni velük. Legyen ilyen jó a hangulat, és ilyen szépek a mosolyok a versenyen, és a verseny után is köszönöm, hogy jöttetek, és hát persze inkább nem kívánok semmit kabalából. Köszönöm, hogy itt köszönjük szépen. És köszönjük a kedves nézőknek is, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra.